A Bolyai iskola tornatermében gyűltek össze a diákok egy különleges zeneórára, amelyet a Moson-Magyaróvári ütőegyüttes tartott számukra. A zenevilágnapja alkalmából a város több iskolájában lépett fel a zenekar azért, hogy közelebb hozza és megszerettesse a fiatalokkal a zenét, az ütőhangszerek világát. A gyerekközönség az mindig hálás, sokszor hálásabb, mint a felnőtteké. Igyekszünk úgy kialakítani a műsort, hogy legyen benne olyan zene vagy olyan szám, amiben ők tapsolhatnak, dobokhatnak, akár táncolhatnak, és így igazán át tudják magukat adni a zenének. Mi szeretünk gyerekek közé menni játszani. Varga Bence elárulta, nem először járnak a város iskoláiban. Évek óta próbálják feldobni a diákok tanóráit egy-egy különleges előadással. Évekkel ezelőtt kezdtük ezt egy olyan szünetkoncertnek hívtuk, mikor iskolában megjelentünk és szünetekben meglepetésszerűen doboltunk. Aztán talán innen jött az, hogy egyre több iskolában mentünk, tehát itt se első alkalommal vagyunk. Igyekszünk mindig a tanév alatt minél több iskolába eljutni. Az ütőegyüttes tagjai épp azt mutatják meg a bója is nebulóknak, hogyan is lehet hangszerek nélkül zenélni. Ugyanis nem feltétlen szükséges dobfelszerelés egy jó kis muzsika megalkotásához. Az előadás alatt a diákok az ütős hangszerekkel is megismerkedhettek. Ez egy igazi kaktuszból készült hangszer. Ugye a kaktusz az ilyen püskés hangszer. Most ebben ugyanúgy benne vannak a tüskék, csak lelettek törve, és visszafele belelettek ütve. Ezek ilyen spirálszerűen mennek le ezek a tüskék, és magvak vannak benne, nem tudom, hogy milyen magok, és ezt így csinálok el. Az iskolában évek óta megemlékeznek a zenevilágnapjáról. Az intézmény tanárai minden évben igyekeznek újdonságokat kitalálni a diákok számára. Igazából évekkel ezelőtt kezdődött ez az ötlet, hogy valahogy említést tegyünk a gyerekeknek erről a fontos napról, hiszen a zene minden ember életében valamilyen formában fontos szerepet tölt be. Első években mindig olyan programokat találtunk ki, amelyeknek a gyerekek maguk is részesei lehetnek, kis kottákat másoltak le, rajzoltak hozzá valamilyen aranyos kis képeket, vagy volt, hogy régi kottákat hoztunk be, illetve régi zeneiskolás diákok, akik ma már a városi zenekarokban játszanak, egy röpke előadást tartottak reggelente, illetve osztályfőnökként mindannyian beszélünk a gyerekeknek a zene fontosságáról. A különleges órát nagyon élvezték a diákok. Az ütőegyüttes tagjai az előadás végén pedig még egy rögtönzött tornaórát is tartottak a bolyaisok számára.